Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket ismét a Zenevarázslat újabb adásában. Nagy öröm, hogy annak ellenére, hogy itt a jó idő, a sok napsütés, és lassan visszatérünk a régi megszokott életünkbe, ti mégis ránk áldozzátok az időtöket, és őszintén remélem, hogy ezután a klasszikus zene szeretete és a remek művek meghallgatása az életetek részévé válik. A zene egy nemzetközi nyelv, amely nem ismer határokat. Ilyen a zenevarázslat is, hiszen a legfontosabb célunk, hogy a zene szeretetének üzenetét nem csupán a magyarországi városokba és falvakba juttassuk el, hanem bizony az országhatáron túlra is. Egy művész bármelyik koncertjére, és bárhol is van az a világon, mindig nyitott szívvel megy. De mégis vannak olyan helyszínek, amelyek különösen kedvesek a számára, ahol az ott élő embereket ismeri, akik segítik az ő munkáját, az álmai megvalósulását, és bizony részesei az ő művészi fejlődésének. Ha lehetőségem adódik, minden alkalommal megemlítem a tanításaim során, hogy az a munka, amely Kárpátalján folyik, példaértékű. A nehéz körülményeik ellenére, hogy nincsenek jó hangszereik, hogy sokszor fűtetlen termekben készülnek fel a koncertekre, kurzusokra, olyan produkciókat hallhatunk, amelyek csodálatra méltóak. Emiatt választottam a Zenevarázslat nyári zenei táborok helyszínéül Tiszapéterfalvát. Az ottani zeneiskolában tanít egy kiváló zongoratanárnő, Engi Erika, akinek remek munkáját nemrégiben Bonis Bona díjjal ismerték el, és amellett, hogy kitűnő szakember, még egy fantasztikus szervező is, és a legnagyobb segítségem a zenevarázslat táborokban. Most őt köszönteném. Szia, Erika! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hozzád is az első kérdés úgy szól, hogy hogy teltek, most már lehet múlt időben beszélni, a napok a karanténban, hogyan működött ez az online oktatás, és várod-e már nagyon, hogy újra személyesen találkozhass a növendékeiddel? Szia, kedves Andrea! Köszönöm a meghívásodat, és azt, hogy rám gondoltál, amikor ezt az adást tervezted. Sajnos felénk még mindig nem beszélhetünk múlt időben a karanténról, hisz pont a napokban hosszabbították meg június 22-ig. Hisz szembesülnöm kell azzal, hogy ez a tanév sajnos már így ér véget. Hogy hogyan telnek a napjaim? Itthon. Ettől függetlenül szerintem mindegyik napom más. Reggelente végig gondolom, mit szeretnék elvégezni, és sort kerítek olyan feladatok elvégzésére is, amit már nagyon régóta halaszgatok. Egyszerűen azért, mert most van rá időm. És itt vannak az online órák. Ez egy újszerű feladat elé állított engem is és a tanítványaimat is. És meg kellett tanuljuk, melyik az a módszer, amely számunkra a legmegfelelőbb. Én úgy csinálom, hogy az óra előtt elkérem a videóanyagot, kielemzem, meghallgatom, és így az órán már tudom, hogy mit a teendő. De bevallom, soha nem lesz számomra a kedvenc oktatási forma az online óra. Én az a fajta ember vagyok, akinek szüksége van a személyes kontaktusra. Így természetesen alig várom, hogy visszamehessek az iskolába, és az osztályban mellettem üljön a tanuló. Sok gyerek kezdte el nálad a zongora tanulmányait, és mutattad meg nekik azt az utat, hogy a klasszikus zene szebbé teheti az életüket. De most mesélj magadról. Neked mik voltak ezek a gyerekkori meghatározó pillanatok, és volt egy olyan élmény, amely a zongoratanári pálya felé terelt téged? Így igaz. Eddigi pályafutásom során bizony nagyon sok gyerek megfordult a kezeim között. Sokakat sikerült erre a pályára állítanom, és lettek sikeres zenetanárok, művészek. De nagyon büszke vagyok azokra is, akikből egyszerűen csak komoly zenekedvelők, koncertlátogatók lettek. És nagy-nagy boldogság, amikor visszahozzák a gyerekeiket, és rám bízzák őket is. Hogy számomra mi volt a meghatározó pillanat? Nem emlékszem ilyenre, de arra igen,
hogy sohasem szerettem volna más lenni. Szerintem nem véletlen, amikor egy gyerek folyton ugyanazt játszi, tanítónéniset, doktorbácsisat, kamionsofőröset, vagy valami hasonlót. Én mindig zenetanárosat játszottam, és azokat a dolgokat, amit megtanultam az osztályban a tanítónénim mellett, hazamentem és megtanítottam a babáimnak. Én mindig így játszottam, tehát eleve elrendeltetett nagyon korán, hogy én bizony zenetanár leszek. Tehát volt egy kislány Tisza Péter falván, Kárpátalján, aki tehetséges volt, és meg volt benne az a szorgalom, hogy mindent megtegyen azért, hogy zongoratanár lehessen. De meséld el a te utadat, hol tanultál tovább, és így egy kicsit képet kapunk a kárpátaljai zenei oktatásról, nevelésről is. Minden úgy indult, hogy több évtizeddel ezelőtt híre ment a faluban, hogy zeneiskola nyílik. Mint oly sok édesanya, az én anyukám is úgy döntött, elviszi a bátyámat, aki már iskolás volt, és pont abban a korban, hogy felvételizhetett a zeneiskolába. De vitt magával engem is, hiszen nem volt kire hagyjon otthon. S ha már ott voltam, a tanárbácsi, aki a felvételit vezette, úgy döntött, hogy engem is meghallgat. És ezek után rábeszélte anyukámat, hogy ennek a kislánynak bizony maradnia kell, hiszen olyan jó adottságai vannak, hogy itt a helye. Hát így indult. Aztán pont emiatt, mivel nagyon korán kezdtem, jó sok évet töltöttem a zeneiskola falai között, mire abba a korba értem, hogy felvételizhettem Ungvárra, ahol folytattam tanulmányaimat, és kiváló zenetanárok kezei között formálódtam. Majd diplomázás után visszatértem egykori alma máterembe, ebbe a zeneiskolába, tehát gyakorlatilag kicsi lánykorom óta itt tevékenykedem, egykorom, mint tanuló, és most már jó sok évtizede, mint zenetanár. Így teljesült az álmom, hogy én bizony zongoratanár leszek. Amikor a növendékeidet hallom, akkor mindig lenyűgöz a muzikalitásuk és a zenéhez való viszonyuk. Hasonlóképpen gondolkodunk a zeneszerzőkről, a darabok megformálásáról, és most mesélj, hogy te hogy irányítod a növendékeid figyelmét a klasszikus zene értékeire, mik a tanítási módszereid, és mit tartasz a legfontosabbnak a zenei oktatásban? Hogy mik a módszereim a zene oktatásban, erre nem tudok egyértelműen válaszolni, hiszen minden gyermek más, mindegyikhez más út vezet. De kellő tapasztalat birtokában ez már nem jelent gondot. Nagyon fontos, hogy megismerjem őket. Milyen személyiség? Mitől fél? Mit szeret? Mi áll hozzá közel? Ezek az információk mind segítenek abban, hogy olyan darabokat, olyan műveket válasszak számukra, velük közösen természetesen, amelyeket majd sokkal könnyebben tanulnak, és nagyon jó kedvel tudják majd előadni. A legfontosabb számomra mégis az, hogy annak az útnak a végén, amit együtt teszünk meg, boldog, kiegyensúlyozott, zenekedvelő, zeneértő emberek kiváljanak, és mindig visszavágjanak abba a csoda országba, amit én mutattam be nekik. Mint említettem, rendkívül hálás vagyok azért, hogy Kárpátalján a zenevarázslat mozgalmat ilyen őszinte lelkesedéssel segíted, és hiszel abban, hogy ezáltal is a gyerekek közelebb kerülhettek a klasszikus zenéhez. Én köszönettel tartozom, de te is mondj erről pár szót, hogy miért tartod fontosnak a zenevarázslatot Kárpátalján. Amikor több évvel ezelőtt megismerkedtem a zenevarázslat programmal, rögtön tudtam, hogy ez az, amire nekünk is szükségünk van. Egyértelmű volt, hogy csatlakozni szeretnék ehhez a programhoz, hiszen egy missziót teljesít Kárpátalján. Ma már elmondható, hogy valamennyi zeneiskola, pedagógusai, növendékei valamilyen módon kapcsolatban állnak a zenevarázslat programmal. Így lehetnek részesei a gyerekeink azoknak a nagy sikerű rendezvényeknek, versenyeknek, kurzusoknak, táboroknak, amelyet a mozgalom szervez.
A tanár munkájának gyümölcse és ajándéka a növendékek játéka. Te is most egy kis tanítványodat hoztad magaddal így online, Ladányi Rékát, és kérlek, mondd el, hogy miért ezt a darabot választottátok, hiszen Schumann zenéje nagyon jól illik a tavaszhoz, az újrakezdéshez, és mondj egy pár szót a műről, és Rékáról is. Szerintem minden zenepedagógus életében vannak olyan művek, olyan darabok, amelyek időnként úgy visszajárnak. Ez is pont egy ilyen. Egykor én is játszottam a zeneiskolában, majd már nagyon sokszor tanítottam, és most úgy gondoltam, hogy ebben a karanténos helyzetben online tanítom meg Rékának is. És azért választottam, hogy lássátok, milyen eredmény született. A műről mit is mondhatnék? Robert Schumann, német zeneszerző a romantikus korból. Rövid élete volt, és bár az elején nem is zeneszerzőnek készült, sokkal inkább érdekelte az irodalom. Egy Paganini koncert hatására mégis átértékelte döntését, és elhatározta, a világhírű zongora művészé válik. Igen ám, csak hogy olyan kortársai voltak, mint Liszt Ferenc, vagy Friedrich Chopin, akikről tudjuk, micsoda virtuózok voltak. Tudta ezt ő is. Ezért nem csak gyakorolt, hanem egy olyan szerkezetet eszközölt ki, amelyről azt gondolta, hogy nyújtja az ujjait. De sajnos nem így történt. Középső ujjai olyan sérüléseket szenvedtek, ami derékba törte zongora a művészi karrierét. Így a zeneszerzés felé fordult. Klára és Robert Schumann 8 gyereket neveltek. És mint már ezt más zeneszerzőknél is láthattuk, ezeket a kisebb darabokat pont az ő tanításuk céljából írta. Így született például a Gyermekjelenetek, vagy például az Erdei jelenetek. Ebből az albumból való ez a mű is most, az egyes számú, címe Belépő. Fogadjátok szeretettel! Ladányi Réka 13 éves kislány, nagyon jó adottságai vannak. Erről tanúskodik, hogy az alatt a 6 év alatt, mióta együtt dolgozunk, bizony már sok versenyen vettünk részt, és nagyon jó eredményeket ért el. Gyakorta játszik olyan zongoradarabokat, amelyeket egykor én is az ő korában. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, Réka, köszönjük szépen, Erika, kívánunk nektek további jó egészséget, eredményes munkát, sok-sok zenével teli percet, és őszintén reméljük, hogy minél hamarabb személyesen is találkozhatunk a kurzusokon, a táborban és a négykezes zongora versenyen. Azt mondják, Bach zenéjén keresztül Isten szemléli a világot. Mozart a természet része, Beethoven pedig az egész emberiség nevében beszél. És Robert Schumann zenéje pedig mindannyiunkhoz szól. Mert érzelmei olyan erősek és valóságosak, hogy valamennyien felismerhetjük magunkat benne. Schumann a legromantikusabb művész volt, aki mindig egy szebb és varázslatosabb világba képzelte magát. Ugyanúgy szerette a könyveket, ahogy a zenét, és kedvencei mindig az áruhába bújtatott hősök voltak, akik mindenhol és minden időben megküzdöttek szerelmükért. Én azt hiszem, érdemes a schumanni világot felfedezni, erre még kerítünk alkalmat a zenevarázslat adásaiban. Tartsatok velünk, mi várunk titeket, sziasztok!